Sziasztok! Ma szintén egy kirakással elhoztam nektek a kártyákat, a Chuck Spezzano, úgy hívják ezt az embert, aki ezeket készítette, és megnézzük, hogy mi történik most a lélektársal. Koncentráljatok ő rá, mit kell, hogy tudjatok. Koncentráljatok a lélektársra. Koncentráljatok, mit kell, hogy tudjatok. Hát az kell, hogy tudjátok ebből az egészből, hogy lehet, hogy hátat fordítottatok neki, és most ő úgy érzi, hogy nem kell nektek. És ez játszik itt egy szerepet. És most kirakjuk a kártyákat, mit kell tényleg, hogy tudjatok ezzel a ti lélektársatokkal, hogy mit is kell, hogy tudjatok. Hát az kell, hogy tudjátok, hogy ő titeket úgy lát, vagy úgy gondolja, hogy nem tud ellenetek állni. Szóval, hogy nem tud ellenetek állni, és de az történik, hogy valójában fél a kapcsolattól, fél, hogy lekösse magát, ez játszik egy szerepet, mert itt vannak a félelmek, mondom, hogy fél a lekötéstől, és fél veled egy kapcsolatot kezdeni, és úgy érzem, hogy nem tud ellenállni neked, téged nagyon szépnek talál, vagy nagyon szerelmes beléd, és szeretne veled szórakozni, és este is a te képjeidet nézi meg, valamint féltékeny te rád, úgy látom, féltékeny te rád, és hát valójában ez az igaz, és ő álmodozik rólad, elképzeli a fantáziájába, elképzeli, veled van, álmodozik rólad, ez történik. De szóval itt játszik egy szerepet, az önszeretet, az is játszik egy nagyon nagy szerepet, és én azt látom, hogy ne legyél ilyen, ne kapaszkodj ő bele ennyire, és kicsit higgyél, és neki is az kell, hogy megtanulja, hogy ő is egy kicsit higgyen ebből az egészbe, és ne csak azt úgy lássa, mint probléma, hanem ezeket a régi sebeket meg kell így gyógyítani, és én úgy látom, hogy lehet, hogy neki is sok elvárása van önmagától, és azért húzódott vissza, lehet, hogy neked vannak nagy elvárásaid, és akkor itt van még, hogy mi kételkedik ezen az egészen. De elképzeli valójában te veled, hogy milyen lenne ezt a csúcspontot elérni, vagyis, na, hogy milyen is lenne te veled az egyesülés, azt a csúcspontot elérni, és akkor teljesen ilyen nagyon jó energiát érez, de úgy gondolom, hogy nem tudja, hogy most merre menjen, vagy lehet, hogy úgy gondolja, hogy te nem tudsz dönteni, nem tudsz választani, és úgy látom, hogy itt meg kell, hogy gyógyuljanak még egy pár dolog itt közöttetek. De úgy látom, hogy teljesen szerelmes te beléd, és ő tényleg a felhőkön száll, annyira szerelmes te beléd, és úgy látom, hogy nagyon szeretne veled egy kalandot elkezdeni, mert ez neki emelni az ő saját értékét, és lehet, hogy egy kicsit ez egy kicsit ilyen, úgy gondolja, hogy
magára gondol, én mondjuk ebben az első pillanatban egy kicsit olyan gazember, ilyen módon például, hogyha ő saját magát teszi legelső helyre, vagy pedig egy egészséges egoista, az is meg lehet, és te nem kell, hogy illúzió legyen őnek is róla, te neked se róla, de téged úgy talál, hogy nem tud veled feltelni, és szeretne te veled tényleg tovább haladni ezen az úton, mert te vagy neki az igazi szerelme, de úgy látom, hogy itt vannak a fájdalmak is közöttetek, itt vannak a fájdalmak közöttetek, és én azt látom, hogy nagyon szeret veled nevetni, de fél, hogy valamit, hogy ő nem lesz neked elég jó, hogy nem tudja neked azt megadni, amire neked szükséged van, és fél, hogy csalódsz benne, hogy ő nem elég jó neked. Na most egyik részből szeretne egy romantikus kapcsolatot veled, a másik részből vannak törvények. És tudjátok, hogy ez a törvények nem jók, a szerelemben nincs ilyesmi, és akkor az odaadásról van az, hogy mennyire vagytok készek egymást odaadni egymásnak, hogy mennyire lehet az, hogy ezt megengedjétek magatoknak, és hát ez kell tényleg, hogy tudjátok, hogy ez történik most, az odaadás, a romantika, és hagyjátok ki ezeket a törvényeket, ez nem lesz jó. Remélem megtaláltad magad, ha így volt. Köszönöm, írd be a kommentbe, sok szeretettel búcsúzok tőletek, sziasztok!